Tisztelettel köszöntöm Kis-Huszárlás város önkormányzatának képviselőtestületét a mai soron következő ülésünkön, melynek összehívására a testület szervezet és működési szabályzata alapján került sor. Külön köszöntöm ez évi első képviselőtestületi tanácskozásunkon a napirenden szereplő előterjesztésekhez meghívott vendégeket, a polgármesteri hivatal munkatársait, az érdeklődő jelenlévőket és a Kissúly TV Kissúly adását néző lakosságot. Kérem képviselőtársaimat, hogy jelenlétüket pultjuk bekapcsolásával jelezzék. Köszönöm, megállapítom, hogy a képviselőtestület tagjai közül jelen van 11 fő, amely 91,67%-os jelenlétet takar. Megállapítom, hogy a képviselőtestület a mai ülésen is határozatképes. Késését előre bejelentette Gönczi Károly képviselő úr. Mai nyilvános ülésünket megnyitom, a testület megkezdi munkáját. Bejelentem, hogy a mai ülésünkről készülő jegyzőkönyveket Olá Veronika titkársági ügyintéző vezeti. Tisztelt képviselőtestület, javaslatot teszek a mai ülés kiküldött meghívó szerinti napi rendjére. Egyben tájékoztatom a képviselőtestület tagjait, hogy később került kiküldésre a nyilvános 9-es sorszámú előterjesztés, mely a 2-es számú házorvosi körzet helyettesítésére kötött szerződéséről szól. A nyilvános 15-ös a két önkormányzat ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató, a zárt 20-as sorszámú ingatlan értékesítésről szóló előterjesztés és a zárt 21-es a közterület használat megtiltásának lehetőségére című előterjesztés. Most került az ülés előtt kiosztásra a nyilvános 2-es sorszámú tájékoztató a Humán Erőforrás Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, kíván-e valaki módosító javaslat indítványozásával élni? Amennyiben nem, kérem, hogy fogadjuk el a mai ülésünk napirendjét. Kérem a szavazás megkezdését. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangú szavazással fogadtuk el a mai képviselőtestületi ülés napirendjét. Tisztelt képviselőtestület, beszámoló következik a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő dr. Pénzes Tíme a jegyző és Kecz István polgármester. Jegyzőasszonnyal együtt várjuk a beszámolóhoz kapcsolódó kérdéseket, észrevételeket. Amennyiben erre igény nincs, kérem, hogy fogadjuk el a második oldalon található határozati javaslatot, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról. Kérem, szavazzunk. Köszönöm, megállapítom, hogy 11 igen szavazattal fogadtuk el határozatunkat. Tisztelt képviselőtestület, tájékoztató következik a bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéséről. Előterjesztő Tuka Antal bizottsági elnök. Megkérem, elnök urat számoljon be a Humán Erőforrás Bizottság munkájáról. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők! Bizottságunk két pályázati kiírással kapcsolatosan döntést hozott. Az egyik bizottsági határozatunk a szabadidősport programok támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásnak a döntése. A másik döntésünk pedig az utánpótlás nevelési feladatok támogatására kiírt pályázatnak a döntése. Mind a két határozatunknál egy-egy gondolatban a pályázati felhívást kiegészítettük, mégpedig annyiban, hogy a kiíró fenntartja a jogot a pályázati felhívás eredménytelenné nyilvánítására, mondat kerüljön be mind a két pályázati felhívásba. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérem, akinek kérdése van,
jelezze véleménye a pályázati kiírásokkal kapcsolatosan, a kiírást érintő módosításokkal kapcsolatban. Amennyiben nincs, kérem, hogy a Humán Erőforrás Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatót egy igen gomb megnyomásával vegyük tudomásul. Köszönöm, megállapítom, hogy 11 igen szavazattal egyhangú döntést hoztunk. Tisztelt képviselőtestület, tájékoztató következik a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Előterjesztő a polgármester, várom képviselőtársaim észrevételeit a tájékoztatóval kapcsolatban. Amennyiben erre igény nincs, kérem, hogy ezt a tájékoztatót is vegyük tudomásul. Kérem, szavazzunk. Köszönöm, megállapítom, hogy 11 igen szavazattal vettük tudomásul a tájékoztatót. Tisztelt képviselőtestület, tájékoztató következik a jegyző átruházat hatáskörben hozott döntéseiről. Előterjesztő jegyzőasszony, kérem, hogy aki a tájékoztatóval kapcsolatosan kérdést kíván megfogalmazni, jelezze. Amennyiben kérdés nincs, kérem, véleményezzük a tájékoztatót. Ha erre sincs igény, kérem a tájékoztató tudomásul vételét. Kérem, szavazzunk. Köszönöm, megalapítom, hogy 11 igen szavazattal egyhangú döntést hoztunk. Tisztelt képviselőtestület, előterjesztés következik Kisújszállás város önkormányzata képviselőtestületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2014 10.21 számú önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő a polgármester, az előterjesztés véleményezt az ügyrendi és jogi bizottság. Tisztelt képviselőtestület, kérem, hogy hallgassuk meg a bizottság döntését. Demeter János elnök asszony a szó. Tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim, kedves vendégek, bizottságunk, a Kisújszállásváros önkormányzata képviselőtestületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2014-es számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló határozati javaslatot előterjesztés szerinti formában, mellékletét előterjesztés szerinti tartalommal javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kíván-e valaki kérdést megfogalmazni, vélemény nyilvánítani? Amennyiben nem, kérem, hogy fogadjuk el a szervezet és működési szabályzat módosítását. Kérem, szavazzunk. Köszönöm, megállapítom, hogy 11 igen szavazattal egyhangú döntést hoztunk. Tisztelt képviselőtestület, előterjesztés következik a köztemetőről szóló 12/2014 3.28 számú önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő polgármester, az előterjesztés véleményezte a pénzügyi és gazdálkodási bizottság. Megkérem a jegyző urat, hogy röviden egészítse ki az írásos előterjesztést. Köszönöm a szót. Tisztelt képviselőtestület, novemberi testületülésen már a köztemetőkről, köztemetős rendeletről volt egy döntés, egy módosító rendelet. Ott is a kormányhivatal egy témavizsgálatot folytatott le, és ezzel kapcsolatban kellett módosítani a köztemetőről szóló rendeletünket. Ezt a rendeletmódosítást beküldtük a kormányhivatalnak, és további pontosítását kérték a rendeletnek. Ez főleg a felhatalmazó részt, a preambulumot érintette, illetve a urnák elhelyezésével kapcsolatban kérték a pontos meghatározását, hogy hány urnát lehet urnasírba helyezni, illetve ha nem urnasírba, hanem
sírba helyezni is hány urnát lehet, ez látható a rendeletben, erről kell most döntést hozni a testületnek, és újra elküldjük a kormányhivatalnak a döntést. Köszönöm. Köszönöm szépen. A pénzügyi és gazdálkodási bizottság döntését Molnár Imre elnök úr ismerteti. Köszönöm, polgármester, tisztelt képviselőtestület, bizottságunk a köztemetőről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló határozati javaslatot előterjesztés szerinti formában elfogadta, annak mellékletét előterjesztés szerinti tartalommal javasoljuk elfogadni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, a szó a kérdéseké. Amennyiben kérdés nincs, kérem, véleményezzük az előterjesztést. Amennyiben erre sincs igény, kérem, hogy döntsünk a önkormányzati rendelet módosításáról. Kérem, szavazzunk. Köszönöm. Megállapítom, hogy a köztemetőről szóló önkormányzati rendeletet 11 igen szavazattal módosítottuk. Tisztelt képviselőtestület, előterjesztés következik a helyi szemétszállítási, már nem tudom, mit mondtam, helyi személyszállítási közlekedési szolgáltató kiválasztására. Előterjesztő a polgármester, az előterjesztés véleményezte a pénzügyi és gazdálkodási bizottság. Tisztelt képviselőtestület, előzetesen egyeztetést folytattunk az Optibus City közlekedési Kft. Vezetőivel, már csak azért is, mert a jogszabályban szereplő 300 ezer kilométernél jóval kevesebbet futnak az autóbuszok itt Kisújszálláson, mint olvashatjuk az előterjesztésben, ennek a tizedét, vagy annál kevesebbit is, körülbelül 28 ezer kilométert tettek meg 2021-ben. Ez azt jelenti, hogy nem kell feltétlenül pályázatot kiírnunk a szolgáltató kiválasztására. A cég vezetői arra tettek ígéretet, hogy nem fognak árat emelni, díjat emelni a közszolgáltatás, illetve a szolgáltatás személyszállítási közlekedési szolgáltatás során. Legfeljebb járatot fognak nem ritkítani, hanem rövidíteni, tehát ez lenne a takarékosságnak a másik eleme. Tehát ezt a kettőt ígérik egyensúlyba állítani, és ezért az egyes számú változat, határozati javaslat elfogadását kérem, miszerint kössük meg a szerződést a jelenlegi szolgáltatóval. Köszönöm szépen, szóban ennyiben kívántam kiegészíteni az írásos előterjesztést, és átadom a szót Molnár Imre elnök úrnak. Köszönöm, polgármester, tisztelt jelenlévők, tisztelt testület. Bizottságunk előterjesztés szerinti formában a határozatban elfogadta az egyes számú változatot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, kérem, akiben kérdés merült fel, jelezze. Amennyiben nincs kérdés, kérem, véleményezzük az előterjesztést. Tisztelt képviselőtestület, a pénzügyi és gazdálkodási bizottság az egyes számú változatot, tehát az első határozati javaslatot, mint önálló határozatot javasolja elfogadni. A szóbeli kiegészítésben én is erre tettem javaslatot, tehát ezt teszem föl szavazásra. Kérem a szavazás indítását. Köszönöm, megállapítom, 11 igen szavazattal fogadtuk el a határozatot. Tisztelt képviselőtestület, előterjesztés következik a 2022. évi belvízrendezési munkáinak elvégzéséről szóló tájékoztatóra.
és a 2023 évben tervezett a belvíz elvezető rendszert érintő munkákra fejlesztési és karbantartási keretének felosztására. Előterjesztő a polgármester meghívott Tóth Zoltán, a Kisűszállási Városi Gazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Az előterjesztés véleményezte a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság, valamint a Kft. Felügyelőbizottsága. Kérdezem Tóth Zoltán ügyvezető igazgatórat, kívánja szóban kiegészíteni az írásos előterjesztését. Ez esetben kérem, hogy hallgassuk meg a bizottsági véleményeket. A Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság döntését Molnár Imre elnök úr ismerteti. Köszönöm, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Bizottságunk a előterjesztés során két határozatot hozott. Az egyik a 2022 évi belvízrendezési munkák elvégzéséről szóló beszámoló elfogadásáról szólt. Előterjesztés szerinti formában egyhangon elfogadta a bizottságunk. A másik a 2023. február 1 és 2023. február 28 közötti időszak egyes belvíz karbantartási feladatok ellátásáról szóló határozat volt, amit szintén előterjesztés szerinti formában elfogadtunk. Köszönöm. Köszönöm. Szepesi Jenő elnök úr, következik felügyelőbizottság döntéseinek ismertetése. Köszönöm, polgármester, tisztelt képviselőtestület. A Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága megállapította, hogy 2022-ben a bel- és a vadi vízelvezető rendszer üzemeltetése eredményes volt. Kéri a képviselőtestületet, hogy a 2022 év belvízrendezési munkák elvégzéséről szóló beszámolót fogadja el, valamint a felügyelőbizottság kiemelt feladatnak tartja a város 106,8 km hosszú bel- és csapadékelvezető hálózatának karbantartását, az öt belvíz átemelő biztonságos üzemeltetését. Kérdi a képviselőtestületet, bízza meg a polgármestert a költségvetési terv elfogadásáig lényegében egy hónapra a 1.666.667 forint plusz áfa értékben kössönt szerződés 2023. 1 és 2023. február 28 közötti időszakra a belvízrendszer karbantartása feladatának ellátására meglapadást a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szerencsére itt van előttünk a határozati javaslat, így értettük, hogy miről van szó. Tehát február 1 és február 28 között. Tisztelt képviselőtestület, várjuk a kérdéseket. Amennyiben kérdés nincs, kérem, véleményezzük a előterjesztést. Dukantal képviselő úr, kér szót. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt ügyvezető igazgató úr, én köszönöm szépen a 2022-es évben elvégzett, ezzel kapcsolatosan a belvízrendezési munkákkal kapcsolatosan megoldott feladatokat. Én azt gondolom, hogy abban az esetben, hogyha a városban ilyen jellegű probléma előállna, akkor azt gondolom, hogy jól vizsgázna a rendszer. Azokat a karbantartási feladatokat, azokat a munkálatokat, amelyek ehhez a területhez tartoznak, ezt én is azt tudom mondani, hogy a Kft. Jó szinten elvégezte, olyan elemeket is befogadva, ami esetlegesen lakossági, vagy esetlegesen a hivatal, vagy a települési képviselők oldaláról jelzésként érkezik a Kft. Felé. Köszönöm az ebben végzett munkát. Köszönöm. Szepesi Jenő képviselő úr, kér szót. Köszönöm, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Mint a felügyelőbizottság tagja, látjuk a naponta milyen problémával küzdik a végén Kft. Hát azt nem kell mondani, ezt mindenki tudja itt, hogy kb. 4 év óta hasonló költségből kell megoldani a fenntartást. Azt tudni kell, hogy mióta a pályázatokat megnyertük, és ugye kiletek helyezvetek például az átemelő szivattyúk is. A koronakertben lévő szivattyú, úgy itt mondom érthetően, ugye ott 3 darab szivattyú,
az szó szerint 24 órában működik állandóan. Tehát maximum valamikor korábban bármilyen hiba volt, ugye ott helyben meg tudták oldani, de most már olyan fokú az elhasználódás. Szerencsére, hogy három kiszivattyú közül esetleg kisebb igénybevétel esetén kettő működik, egyet kiemelnek, és már nem tudják ott megjavítani. Tehát későbbiekben egyre jobban fog emelkedni ezeknek a szivattyúknak a karbantartás igénye, de ezeket eddig még sikerült megoldaniuk, és kérem a képviselőtestületet, hogy amennyiben a végleges költségvetési terv elkészül, ezt vegyék figyelembe. Gondolom máshol is van probléma, de itt mégiscsak a napi csapadékvíz elvezetésről van szó, hogy nehogy ebből probléma jön a későbbi időkben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát a költségvetés elfogadása következő soron, következő ülésünkön, az biztos, hogy nagy mérkőzés lesz, mert mindenki próbálja a hiányzó feladatokra megtalálni a forrást. Erre biztatok már is minden képviselőt a forrás megkeresésére és megtalálására. Tisztelt képviselőtestület, amennyiben további hozzászólási igény nincs, kérem, hogy döntsünk a 2022. évi belvízrendezési munkák elvégzéséről szóló beszámoló elfogadásáról. Kérem, szavazzunk. Köszönöm, 11 igen szavazat. A következő határozati javaslat a 2023. február 1 és 2023. február 28 közötti időszak egyes belvíz karbantartási feladatok ellátásáról szól. Ezzel kapcsolatosan kérem a képviselőtestület szavazatait. Köszönöm, megállapítom, hogy ezt a határozatot is egy hangú szavazással fogadtuk el. Tisztelt képviselőtestület, előterjesztés következik a 2. számú háziorvosi körzet helyettesítésére kötött szerződésről. Előterjesztő a polgármester, az előterjesztést véleményezte a pénzügyi és gazdálkodási bizottság. Mivel ebben az ügyben szükséges mindenki tisztánlátása, valamint az előterjesztés elkészítése után is történtek még fontosabb események, lépések, levelezések. Megkérem a jegyző urat, hogy röviden foglalja össze a jelenlegi helyzetet. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Ugye szerintem a legfontosabb, hogy a 2. házi orvosi körzetben Gyergyói doktor úr halála után folyamatos az orvosi ellátás, tehát a betegek, én úgy gondolom, hogy nem tapasztalhattak semmi fennakadást az orvosi ellátásban. Ugye a doktor úr halálával felállt az a helyzet, hogy a praxisjog elvált a feladat ellátástól, a praxisjog a család tulajdonában maradt, egy évig értékesíthetik ezt a vagyonértékű jogot, míg a önkormányzatnak a feladat ellátás kötelezettsége maradt fent a önkormányzati törvény alapján. A helyettesítésre szerződést kötöttünk a dr. Kóris Bétével, akinek az orvosai dr. Kóris János és dr. Barta Dianna látják el most a feladatokat. Jelenleg az a változás történt, hogy február 1-től Kisújszállásváros önkormányzata alkalmazza a szakdolgozót, tehát az asszisztenst, aki a körzetben dolgozik. Ez a szerződés tegnapi nap folyamán megkötésre került. Ő egészségügyi szolgálati jogviszonyban látja el a feladatát. Erre azért volt szükség, mert az önkormányzat az egyetlen szereplő, aki bértámogatást kaphat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól, és ezért mi alkalmazzuk az asszisztenst. További lépések lehetnek, hogy a doktornőt is mi alkalmazzuk, mármint az önkormányzat, mert ő rá is bértámogatás vehető fel az önkormányzat részéről. Ezre vonatkozóan még nem kaptunk választ a Karcagi Járási Hivatal népegészségügyi osztályától, de ha válaszolnak, akkor ez lehet a következő lépés, és nyilván ez egy lépés arra, hogy egy kisújszállási doktornőt megtarthassunk, illetve dolgozhasson ebbe a körzetbe. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani, köszönöm.
Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Kérem, hallgassuk meg a bizottsági véleményt. Molnár Imre elnök úrja a szó. Köszönöm, polgármester, tisztelt képviselőtestület, bizottságunk a Kisújszállás 2-es házi orvosi körzetről szóló előterjesztést és annak határozatát előterjesztés szerinti formában elfogadta, elfogadásra javasolja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, kérem, hogy akiben kérdés merült fel, jelezze. Amennyiben kérdés nincs, kérem, véleményezzük az előterjesztést. Molnár Imre képviselő úr kér szót. Köszönöm, polgármester, tisztelt képviselőtestület, a bizottságülésen is elmondtam, hogy mindenféleképpen javasoljuk elfogadásra ezt a határozati javaslatot, hiszen ez egy út ahhoz, hogy Barta doktornőt megtartjuk, és mindnyájunknak ez a célja. Azt hiszem a város érdeke is ez, tehát a lehetőségeinkhez képest mindent el kell követni, hogy doktornőt meg tudjuk tartani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, javaslom, hogy döntsünk a határozat elfogadásáról. Kérem, szavazzunk. Köszönöm, megállapítom, hogy 11 igen szavazattal fogadtuk el határozatunkat. Tisztelt képviselőtestület, előterjesztés következik a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatára. Előterjesztő a polgármester, az előterjesztést véleményezte a pénzügyi és gazdálkodási bizottság. Mivel szóbeli kiegészítés ez esetben nincs, kérem, hogy hallgassuk meg a bizottsági véleményt. Molnár Imre elnök úrja a szó. Köszönöm, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Bizottságunk a helyes esélyegyenlőség program felülvizsgálatáról szóló határozatot előterjesztés szerinti formában elfogadta, elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm. Köszönöm. Tisztelt képviselőtestület, a szó a kérdéseké. Amennyiben kérdés nincs, kérem, véleményezzük az előterjesztést. Demeter Jánosné képviselőasszony ki a szót. Románozva elmondható, hogy tartalmas, előremutató anyag került összeállításra. Soraiból kiolvasható, számtalan intézkedés segítette a romák és a mély szegénységben élők felzárkózását, szociális programok megvalósítását, a szociális ellátást nyújtó épületek felújítását, akadálymentesítését. Sikeres pályázatnak köszönhetően sor került elavult bérlakások felújítására, új szociális bérlakások építésére, megkezdődhet a szegregátumok felszámolása. Adatokkal alátámasztva mutatja be városunk helyzetét, a demográfiai mutatókat, rámutat városunk lakosság számának folyamatos csökkenésére. Mi 1991-ben 13.592 fő, 2011-ben már 2.225-tel kevesebb, 11.360 fő lakott városunkban. 2021-ben 1.085 fővel ismét csökkent Kisújszállás lélekszáma, alig meghaladva a bűvös 10.000-es számot, mindössze 10.282 fő rendelkezik állandó bejelentett lakcímmel városunkban. Figyelembe véve a nem életvitelszerűen Kisújszálláson tartózkodók számát, még rosszabb a helyzet. Az elsősorban felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok gyakran nem jönnek haza, nagyobb településeken vállalnak munkát. Az elvándorlás csökkentése érdekében önkormányzatunk fontos feladatának tartja a foglalkoztatás segítő pályázatok megnyerését, a helyi vállalkozások sikeres működését, új munkahelyek létrehozását, tőkerős vállalkozások letelepedését a néhány éve kialakított ipari park területén.
a program soraiból kiolvasható. Önkormányzatunk a kötelező feladatok ellátásán túl az oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel szorosan együttműködve igyekszik az esélyegyenlőséget megvalósítani a társadalmi élet minden területén, mindent megtesz a hátrányos és nem hátrányos helyzetű csoportok közötti különbségek csökkentése érdekében. Közmunkaprogram lehetőséget biztosítva segíti az elhelyezkedni nem tudókat, ingyenes étkeztetés biztosításával a rászoruló gyermekeket, tűzifaosztással a rászoruló családokat, ajándékcsomagok osztásával a 75 éven felülieket. A néhány évvel ezelőtt összeállított, igen terjedelmes esélyegyenlőségi program maximálisan megfelelt a képviselőtestület elvárásainak, teljesítette küldetését. Nagymértékben segítette azt a célt, hogy megkülönböztetés nélkül legyen lehetősége mindenkinek az oktatási és lakhatási, a szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételére. Azt gondolom, az adatokat aktualizálva továbbra is teljesíteni tudja küldetését, segíteni tudja a megkezdett program folytatását. Köszönöm mindenkinek a munkáját, aki részt vette tartalmas anyag összeállításában, felülvizsgálatában, az abban foglalt feladatok sikeres megvalósításában. Elfogadásra javaslom. Köszönöm. Köszönöm szépen. Örülök, hogy képviselőasszony vette a fáradtságot és áttekintette ezt a programot, és véleményt mondott róla, amennyiben más nem kíván vélemény nyilvánítani. Kérem, hogy fogadjuk el a helyi egyenlőségi program felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot. Kérem, szavazzunk. Köszönöm, megállapítom, hogy 11 igen szavazattal fogadtuk el határozatunkat. Tisztelt képviselőtestület, tájékoztató következik a kisújszállási roma nemzetiségi önkormányzat 2022. évi tevékenységéről. Előterjesztő polgármester meghívott Kovács Józsefné, kisújszállás város roma nemzetiségi önkormányzatának elnöke. Elnök asszony a bizottságülésen részt vett, most nincs kint. Köszönöm szépen. A tájékoztatót véleményezte a Humán Erőforrás Bizottság. Akkor kérem, hogy hallgassuk meg a bizottság javaslatát. Duka Antal elnök úr a szó. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők! Bizottságunk a Kisújszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, és tudomásul vételre ajánlja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Kérem, hogy akiben kérdés merült fel tájékoztatóval kapcsolatban, egy véleményt kíván nyilvánítani, jelezze. Demeter Jánosné képviselőasszony kér szót. Köszönöm szépen a szót. A 2022-es évre szóló beszámoló részletesen mutatja be a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elmúlt évi tevékenységét, utal az együttműködés fontosságára, arra, hogy a kisebbségi önkormányzat munkáját, az adminisztratív és pénzügyi feltételek biztosítását a polgármesteri hivatal munkatársai segítik, hogy önkormányzatunk jelentős segítséget nyújt az ökkenőmentes működéshez. A beszámoló sorai rámutatnak a sokrétű együttműködésre az önkormányzattal, az oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal. Fontos feladatuknak tartják a tanulás és tudás tekintélyének megteremtését, a roma fiatalok felzárkóztatását, munkába állásának segítését. Ennek érdekében szoros kapcsolatot ápolnak a Karcagi Járási Hivatal foglalkoztatási osztályával, aktívan részt vettek a munkába állás segítő programokban, képzésekben. A beszámoló soraiból kiolvasható, az elmúlt évben is megrendezésre kerültek a már hagyományossá váló rendezvényeik.
Megemlékeztek a romák világnapjáról, kulturális családi napot tartottak, aktív résztvevői voltak a Kivilágos Kivirattig városi rendezvénysorozatnak. Rendezvényeiket igyekeztek tartalommal megtölteni, a hagyományokon alapuló értékek megőrzését biztosítani. Egész évben igyekeztek segíteni a hátrányos helyzetű családokat, több alkalommal szerveztek gyűjtést, tartós élelmiszercsomagokkal, ruhaadományokkal segítették a rászoruló családok megélhetését. Én azt gondolom, a beszámoló soraiból jól látható, mozgalmas évet tudhat maga mögött a nemzetiségi önkormányzat vezetése, szemmel látható a folyamatos előrelépés, nyomon követhető az az erőfeszítés, melyet a sikeres működés elérés érdekében tesznek a kisújszállási roma nemzetiségi önkormányzat választott vezetői. Köszönöm egész évben végzett munkájukat, és elfogadásra javaslom a beszámolót. Köszönöm szépen. Tuka Antal képviselő, ki a szót. Tisztelt képviselőtestület, néhány mondatba szeretnék utalni arra, hogy a bizottsági ülésen, hogy jelen tudott lenni elnökasszony, néhány kérdés természetesen megfogalmazásra került, és ezekkel kapcsolatosan a bizottság a válaszok alapján azzal együtt ítélte meg a tájékoztatónak a tudomásul vételét és elfogadását. Többek között olyan kérdések hangoztak el, amelyek a önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat működéséhez kapcsolódóak. Egészen pontosan, hogy a mostani megváltozott körülmények és helyzet kapcsán hogyan tudják ellátni az irodában a munkájukat. Ezzel kapcsolatosan megnyugtató választ kaptunk. Egy kicsit összébb vonták, vagy összekapcsolták magukat, illetve a adott helyen, már csak egy épület részen dolgoznak, és oda vonták össze az erőforrásaikat, így meg tudják oldani azt, hogy az iroda zökkenőmentesen működni tudjon, és segíteni a roma lakosságot, illetve olyan jellegű kérdés fogalmazódott még meg, hogy a elmúlt évben, akkor, amikor a közoktatási intézményekben a jelenléti oktatásnevelés nem valósulhatott meg, hogyan tudta biztosítani a roma nemzetiség a diákoknak a oktatását, képzését. Nyilvánvalóan elnökasszony is megerősítette azt a tényt, hogy nem volt egyszerű, törekedtek a jó megoldásra, de mindenféleképpen valamennyi lemaradás ilyen szempontból keletkezhetett az elmúlt tanítási években. Néhány gondolat ezzel kapcsolatosan fogalmazódott meg a bizottsági ülésen, illetve elnökasszony jelezte, hogy a mai önkormányzati ülésen már sajnos nem tud részt venni a hivatali elfoglaltságok miatt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm az elhangzott véleményeket. A tájékoztató tudomásul vételre ajánlom. Kérem, szavazzunk. Köszönöm, megállapítom, hogy 11 igen szavazattal tettük mindezt. Tisztelt képviselőtestület, előterjesztés következik a roma nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára. Előterjesztő a polgármester, meghívott Kovács Józsefné, a roma önkormányzat elnöke. Az előterjesztés véleményezte a Humán Erőforrás Bizottság. Megkérem elnök urat, számoljon be a bizottság munkájáról. Bizottságunk a következő döntést hozta. A határozati javaslatot előterjesztés szerinti formában elfogadásra javasoljuk a képviselőtestületnek. Köszönöm. Köszönöm. Kíván-e valaki kérdést megfogalmazni? Vélemény nyilvánítani? Amennyiben nem, kérem, hogy fogadjuk el a előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot. Kérem, szavazzunk. Köszönöm.
Köszönöm, megállapítom, hogy 11 igen szavazattal fogadtuk el határozatunkat. Tisztelt képviselőtestület, beszámoló következik a Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum 2022. negyedik negyedéves munkájáról. Előterjesztő dr. Pénzes Tíme a jegyző, meghívott Váradi Miklós rendőr alezredes, kisűszállási rendőrös parancsnoka, helyette Boda Andor őrnagyurat köszönhetjük körünkben, az ő helyettesét, egyben a kenderesi rendőrös parancsnokát, valamint dr. Malatinszky András, a Kisűszállási Nagykun Polgárőr Egyesület elnöke, mármint meghívott. A beszámolót véleményezte az ügyrendés jogi bizottság. Kérdezem, őrnagy urat, kívánja szóban kiegészíteni az írásos beszámolót? Köszönöm. Kérem, hogy ez esetben hallgassuk meg a ügyrendés jogi bizottság véleményét. Demeter Jánosné, elnök asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm Boda Andor urat. Bizottságunk a Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum 2022. negyedik negyedéves munkájáról szóló határozati javaslatot előterjesztés szerinti formában elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, kérem, hogy aki kérdést szeretne megfogalmazni, azt jelezze. Máté Zsolt képviselő kér szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Nekem egy kérdésem van, amit itt nem értettem, hogy rendőri intézkedés alá vontak egy személyt, akinek nem volt érvényes jogosítványa, majd őrizetbe vették, hogy ez egy szokásos eljárás, hogyha valakinél nincs jogosítvány, akkor azt őrizetbe veszik? Vagy ez itt valami más is lehetett, mert gondolom, hogy... Tehát a engedély nélküli vezetés szabásait is kivált. Aki vezető engedély nélkül vezet, tehát azért az veszélyes a közbiztonságon a közlekedőkre. Okay. Szerintem egy követendő példa. Nem mindenki alkalmazza. Tegnap is őrizetbe vettünk egy szemét, itt fogtuk meg a Petőfi úton. És nem volt vezető engedély, és becsuktuk. Ezt javaslom megfontolásra mindenkinek. Lehet, hogy most már magamnál hordom én is a jogosítványomat. Köszönjük szépen. Megúsztam. A rendszerben, jó. Akkor rendszervizsgálat következik. Tisztelt képviselőtestület, Juhász Attila képviselő kérdez. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt testület. Én a tűzoltóságról szeretnék annyit kérdezni, hogy itt olvasom, hogy 23. január 1-től a változó gondolom, hogy jogszabályok alapján az állami egység látja el a különböző feladatokat, hogy ez ilyen finanszírozásban is jelent változást, mert azt is olvasgatom itt, hogy azért nem úgy jönnek a források, vagy kicsit nehézkesen, hogy mi várható ebbe a tekintetbe, mert ez így, hát... ilyen bizonytalanságot szül így a olvasáson keresztül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdést. Úgy tűnik, hogy nem volt egyértelmű a megfogalmazás. Az állami egységeknek a szerepét úgy kell értelmezni, hogy ami nem kisülszállás területéhez, vagy Ecsekfalva, Örményes községek és Kenderes városához kapcsolódó feladat, azt látják el az állami szervek. A területen továbbra is az önkormányzati önkéntes tűzoltó parancsnokság látja a feladatot, viszont az a kötelezettség, ami eddig volt egy szerződés alapján, hogy segítséget nyújtson más területeken, ez szűnt meg. Tehát így kell értelmezni. Tehát gyakorlatilag a feladat kevesebb lett, viszont a normatíva az átszervezések miatt némiképp emelkedtek, ezért egy valamelyest biztonságosabb anyagi helyzetbe került a kisűszállási tűzoltó parancsnokság. Itt a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogyha az érintett
önkormányzatok, akiknek kötelező feladatuk a tűzvédelem, azok nem fizetik ki azokat a számlákat, amelyeket bizony ellenszolgáltatásként ki kellene. Nem szeretnék itt megnevezni egyetlen egy önkormányzatot, de tudjuk, hogy hol, nem tudom, hogy elindult-e a csődeljárás, vagy csak felvetették, nem tudom, hogy ez az ügy hol tart, de milliós nagyságrendű kiesése van a tűzoltóságnak, mert sajnos az önkormányzatok nem teljesítik a kötelezettségüket. Ugye érdekes lenne, hogy egy-egy riasztásnál azt mondja a parancsnok, hogy oda nem megyünk el most tüzet oltani. Biztos, hogy kifizetnék rögtön a számlát, de hát persze ilyet nem lehet megtenni, nem is tesznek meg. Tehát ennek ellenére ellátják azon a területen is a feladatukat. Köszönöm. Van-e további kérdés? Amennyiben nincs, kérem, véleményezzük a beszámolót. Tatár Zoltán, alpolgármester úr, kér szót. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. A bizottság ülésen is elhangzott, nem én találtam ki, hogy mennyire számottevő most ebben a jelentésben megint leleményesek a különféle csalások, és mennyire terjed most már sajnos nem csak ország határon belüli, hanem akár ország határon kívüli csalások áldozataivá is válik a lakosság, és nem kis anyagi kárt okozva ezzel. Én mondjuk jó magam meglepődök itt ezeken a számokon, hogy egyáltalán hogy lehet ekkora mértékű összegeket átutalni vagy kifizetni. Én azt javasolnám, ami már jó bevált a rendőrös részéről időről időre, hogy az önkormányzat által biztosított vagy lehetőségeket a kis bíróhasábjaim, vagy éppen a Facebook oldalon egy-egy figyelemfelhívó, veszélyfelhívó, hogy mi most éppen az aktuális csalás, hát jól látható egyrészt az energetikából adódóan, vagy éppen OTP, és arra javaslom, hívjuk fel már a bevált gyakorlat szerint a figyelmet. Én elismeréssel szólok a munkáról. Van most egy átmeneti csönd, vagy eseménytelenebb időszak után most újra sok és új fajta bűncselekmény kezd megmutatkozni. Én kívánok jó egészséget és munkát ehhez, hogy sikerüljön elkapni minél több ilyen rosszban sántikáló embert. Köszönöm szépen. Köszönöm. Demeter Jánosné képviselőasszony, kér szót. Köszönöm szépen a szót. A Közbiztonsági Egyeztető Fórum 4. negyedéves munkájáról szóló beszámoló, a lényeges elemeket kiemelve, adatokkal alátámasztva mutatja be a rendvédelmi szervek elmúlt hónapokban végzett munkáját, rövid tájékoztatást ad a bűncselekmények számának alakulásáról, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről. A beszámolók sorai jól tükrözik a rendvédelmi szervek összehangolt munkavégzését, széleskörű feladatellátását, pontokba szedve mutatja be az elkövetett bűncselekmények típusát, a már visszatérő eseteket, a kábítószerrel való visszaélést, a kerékpárlopásokat, az újonnan megjelenő áruházi lopásokat, az egyre gyakoribb internetes csalásokat, részletes tájékoztatást ad a lakásotthonokat érintő gyermekvédelemmel kapcsolatos aktuális feladatokról, adatokról. Örömmel olvastam, hogy a Nagykun polgárőrség tagjai megkezdték az általuk vásárolt kamerák telepítését a temetők védelmének biztosítása érdekében. Viszont érthetetlenek voltak számomra az önkormányzati tűzoltóságot érintő azon állami intézkedések, melyek elnyert pályázati forrás zárolásáról, az együttműködési megállapodás módosításáról szólnak. Bizottságunk nevében és a magam nevében is tisztelettel köszönöm meg a beszámolók készítését, a rendvédelmi szervek elmúlt negyedében végzett lelkismeretes munkáját, a lakásotthonokban dolgozók felelősségteljes munkavégzését. Kívánom, hogy a 2023-as esztendő nyugodt, csendes napokat hozzon számukra. Elfogadásra javaslom a beszámolót. Köszönöm szépen. Tóth Gyula képviselő úr, kér szót. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt jelenlévők. Tatár Zoltán alpolgármester úr
elmondta, amit nagyjából én is akartam. Azt szeretném javasolni, ha lehet, hogy ugye mi se tudjuk itt, hogy kikről van szó ezeknél a példáknál, de itt 4 olyan eset van, ahol összesen 7 millió forint kár érte elvileg azt a 4 szemét, aki érintett ezekben az ügyekben, hogy még a tájékoztatások mellett esetleg elrettentő példaként egy-két ilyen esetet is megjelentetni a kisbíróba, hogy lássák, hogy mi van, mert tényleg ezek már annyira, azt mondhatom, hogy napi szinten jönnek ezek az e-mailek, Facebookon bejelölések ismerősnek, és nagyon sokan nem néznek utána. Itt van ez az első példa, és ugye ez az állítólagos Alex, Jeff, vagy nem tudom, hogy kell ejteni pontosan a Jeffet. És akkor bejelöli ismerősnek, és akkor rövid időn belül több mint 1 millió forintot valamilyen oknál fogva átutal. Tehát valahogy, hogy ezekből a példák alapján lássák, hogy mik vannak. Tényleg azt mondhatom, hogy én is sokszor 10 ilyen e-mailt kitörlök egy nap. Nyakra főre jönnek. Én magam részéről azt tudom mondani, hogy én látom, hogy azok ilyen kamu dolgok, meg mire mennek ki, de sajnos sokan nem érzékelik, nem veszik észre. És ugye azt tudom csak javasolni, hogy tehát itt, amit mondott alpolgármester úr, hogy tájékoztatás kell természetesen, azt támogatom, és tehát aki nem igazán biztos ezekbe a dolgokba, hogy csak van olyan ismerőse, rokona, akitől tud segítséget kérni, hogy nézze már meg azt az e-mailt, nézze már meg azt a Facebook bejegyzést, hogy ne fussanak bele ilyen dolgokba. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Juhász Attila képviselő kér szót. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt üves parancsnok úr helyettes, most pontosan Igazából 3 dolgot szeretnék mondani. Egyik az, hogy a kábítószer, ami igenis itt van köztünk, és most akár csak egy úszás-kendeles viszonylatban egy borzasztó veszélyes dolognak tartom, és nagyon félelmetes is. És itt a szülők felelőssége is úgy gondolom nagyon nagy, a gyerekekre figyelni, a családba esetleg bármi olyan van, vagy ilyen impulzus látnak. Én úgy gondolom, hogy nagy a felelősségünk. Az a kevés létszám is a helyi rendőrös, szerintem nagyon maximálisan helytáll. Tudjuk, hogy nem sok létszámmal dolgoznak, de úgy gondolom, hogy maximálisan ellátják a feladatokat, amit tőlük telik. Én megint belecsöppentem nem a december hónapban, hanem a január hónapban egy újabb ilyen ügybe. Úgy gondolom, hogy úgy tudom, hogy sikeresen el lett kapva az a emberke, aki hihetetlen módon egy gimnázium beste, egy gimnázium büfét is fel tud törni belül, telekamerával a város, utána még volt neki szerintem más ügye is, de mivel nyomozás alatt van, nem akarom kibeszélni itt az ügyeket. Tehát köszönhető a kamerarendszernek a városba. Úgy gondolom, hogy ide ne jöjjenek a bűnözők, mert itt mindenben van kamerázva. Tehát szinte azt lehet mondani, hogy nincs olyan szegmens, ahol nem lehet látni azt, hogy ki mit csinál. Tehát így mondom hangosan is, hogy kerüljenek el minket, mert mi nyugodt kis város szeretnénk, azt is akarunk élni. A kamerarendszer képítés óriási segítség. Én úgy gondolom, és megérte áldozni, és meg is éri rá áldozni, mert egy biztonságot ad a itt lakóknak, egy könnyebbséget a nyomozásukba. De vannak olyan ügyek, itt az online, amit lehet 1000 kamera is, ha az a szerencsétlen elutalgatja a pénzt ide-oda a különböző számlákra, amit azt se tudja, hogy kicsoda, az meg a felelősség óriási abban, hogy tehát nem is értem, mikor olvasom, hogy így, tehát így számolni felfoghatatlan, hogy utalgatunk itt ilyen 2 milliókat, meg 1 milliót úgy, hogy nem is tudjuk, hogy kicsoda. Tehát ez szerintem, ez megint ilyen, szóval olyan hiszékenység, jó hiszeműség, vagy nem tudom, de ez igazából más jelzőt nem akarok mondani, mert valakit megsértenék, de ilyet ne tegyünk. Tehát azért, hogyha nem vagyunk biztos abban, hogy ki a pénz a másik végén, vagy hova utaljuk, vagy tehát akkor járjunk utána, legyünk kicsikét, hogy mondjam, félelemmel, ahogy a pénz hova érkezik. Tehát ez megint olyan, hogy ez egy érdekes dolog. Én úgy gondolom, hogy a város, amennyi rendőrünk van, én úgy gondolom, hogy maximálisan el van látva, és köszönjük szépen a munkájukat, és tudjuk, hogy sok munkát végeznek, és mint látjuk, hogy mindig van mit csinálni, és mindig is lesz mit csinálni, ez biztos vagyok benne, sajnos. Jó munkát és jó egészséget hozzá, köszönöm. Köszönöm szépen.
Amennyiben további hozzászólási igény nincs, javaslom, hogy döntsünk a határozat elfogadásáról a Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum 2022 negyedik negyedéves munkájáról. Kérem, szavazzunk! Köszönöm, megállapítom, 11 igen szavazattal fogadtuk el határozatunkat. Köszönjük szépen a megjelenést, és szia! Tisztelt képviselőtestület, egy rendkívül összetett és rázós előterjesztés következik a polgármester szabadságolási ütemtervéről. Előterjesztő a polgármester, véleményezte az ügyrendés jogi bizottság, Demeter Jánosné, elnök asszonyi a szó. Bizottságunk a polgármester szabadságvallási ütemtervének elfogadásáról szóló határozati javaslatot előterjesztés szerinti formában, mellékletét előterjesztés szerinti tartalommal javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Kíván-e valaki kérdést megfogalmazni, vélemény nyilvánítani, további javaslatot tenni, esetleg a szabadságolási napok növelésére, vagy esetleg valami. Ha nincs, akkor kérem, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot, kérem, szavazzunk. Köszönöm, 11 igen szavazattal fogadtuk el határozatunkat. Tisztelt képviselőtestület, tájékoztató következik a két önkormányzat ülés között történt fontosabb eseményekről. Előterjesztő a polgármester, várom képviselőtársaim észrevételeit. Amennyiben erre igény nincs, kérem, hogy a tájékoztatót egy igen gomb megnyomásával vegyük tudomásul. Köszönöm, megállapítom, hogy 11 igen szavazattal egyhangú döntést hoztunk. Tisztelt képviselőtestület, előterjesztés következik interpellációkra, kérdésekre, közérdekű bejelentésekre. Az elmúlt soron következő ülésünkön, december 15-én Juhász Attila képviselő úr tett föl kérdéseket, és kapott választ most írásban. Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja a válaszokat. Igen. Köszönöm szépen. Képviselő úr elfogadta a válaszokat. Kérdezem képviselőtestület tagjait, hogy szóbeli interpelláció kérdése, közérdekű bejelentése. Van-e valakinek? Molnár Imre képviselő kér szót. Van nagyon rossz állapotban. Tudjuk jól, hogy az egy ilyen zúzalékos feltöltéses út, illetve a Nyár utca zúg. Most voltak emberek, akik normális módon kerestek meg, el kell, hogy mondjam, hogy voltak, akik inkább csak ilyen Facebookon, ilyen pocskondiázva, ugye képviselőtestetet, mint engem képviselőt, ordinári módon fordultak hozzám, de nekik is a képviselője vagyok, úgyhogy megkérdezem, mert ők választ várnak rá, hogy mikor lesznek ezek az utak felújítva olyan szintre, hogy járhatók legyenek. Most én megtekintettem ezeket az utakat. Tényleg ugye rengeteg esőzés volt, és esőzések után azt kell mondanom, hogy nem igazán járhatóak bizonyos eszközökkel, például kerékpárral, rollerrel, egyébbel biztos, hogy nem, mivel eső után nem is azt kell inkább keresni, hogy hol van az út, vagy a szárazföld, mert nagy része víz alatt van,
és a sok helyen az útrész a kevesebb, ami kilátszik a vízből. Tehát erre a kérdésre várom a választ. Továbbá javasolni szeretném én is, hogy ezeket az utakat fontoljuk meg, hogy a következő év során valamilyen formában javítjuk, hiszen igaz, hogy kisebb létszámú városlakók vannak ezek az utak mentén, de ők is hozzánk tartoznak, és élhető utat kell nekik is teremtenünk valahogy. Tehát kérem, hogy a következő évi költségvetésben, ami most formálódik, tudjuk, hogy szűkösek a kereteink, de én mégis azt kérem, javaslom, hogy olyan összeget tervezzünk itt benn, amely ezekre az utakra is egy élhető formát teremt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Duka Antal képviselő kér szót. Tisztelt képviselőtestület, csatlakozni szeretnék képviselőtársamhoz annyiban, hogy én is említeném a városban és így a körzetemben is elő forduló problémát, szintén a zugokkal kapcsolatosan, ugye sikeresen túl vagyunk több zug programon, de eljöhetett és eljött az az idő, amikor ezeknek a útszakaszoknak a nyilvánvalóan az ott közlekedés okán ez a martaszfaltos, zúzalékos útrész nyilvánvalóan megsüllyedhetett, ott a csapadékvíz már most megáll. Nyilvánvalóan ezeket a problémákat fogalmazzák meg az ott élők. Én is a Hajnal utcai 8-peres zuggal kapcsolatosan kaptam ilyen jellegű kérést, hogy annak ellenére, hogy ott a zugnál ugye a város a csapadékvíz elvezetést elkészítette, ez a zugnál a zug útszelvényének középvonalában valósul meg. Egyetlen egy probléma van vele, hogy a víz az inkább a járda felé közlekedik most, illetve az út középső szakasza felé kevésbé. Nyilván azért, mert a feltöltése ezeknek az útszakaszoknak az ott közlekedés, ott történő gépjármű forgalom okán már megsüllyedhetett. Én is ezt szeretném javasolni, amit képviselőtársam megfogalmazott. Köszönöm. Köszönöm. Szepes Jenő képviselő kér szót. Köszönöm, polgármester úr. Azt hiszem, majdnem minden képviselő nyugodtan elmondhatná, hogy a saját körzetében milyen probléma van. Én a karácsonyi ajándéki oldás közepette érzetelgettem a 7-es számú körzetnél. Le is adtam alpolgármester úrnak egy e-mailbe fotókkal illusztrálva, hogy hol a vízmű hol javítgatott utakat. Most idéglenesen be van fedve, de nyilván tavasz beálltával majd a bitumenes javítást azt el kell végezni, de kimondottan felhívnám, hogy előttem szóló képviselők is mondták ezt a közúzalékos utakat. A Bárdi Imre utca az hasonló, és ugye hiába is történik meg tavasszal ez a újabb szórt köves kátyúzás, ugye csak kiverik a járművek, és ha későbbiekben tényleg adódik ilyen lehetőség pályázatban, hogy meglévő utakat leaszfaltozni, akkor kérem ezt szem előtt tartani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Juhász Attila képviselő kér szót. Köszönöm szépen a szó, polgármester úr, tisztelt testület. Angolul szigorokoztam, hogy hozzászóljak-e, de mert a közérdekű dolog, úgy gondolom is, hogy nincs költségvetésünk, egy pár szót azért azon a képviselőknek, akik nem tudtam beszélni, mindenféppen el kell mondanom így, hogy nyilvánosan egy pár dologról. És jelen pillanatban a Kisúszási Sportegyesület nevében akarok egy pár szót szólni. Nincs még költségvetésünk, tudjuk, hogy készül, de azért egy pár dolog azt, hogy jelen pillanatban milyen állapotban vagyunk, szerintem mindenféleképpen úgy gondolom, hogy ez most nyilvánosságra szorul. A helyzet az, hogy tavaly 2021 végén visszakaptuk a 2019-es költségvetést, ami a 2022-es volt. A világ azóta annyit változott, senki nem tudta. Tehát mindenki ezzel küzdik, nem csak a sportegyesület. A energiaszámlák újra kellett kötni ősszel, ilyen, hát, hogy mondjuk egy példát, ilyen 25-30 ezer fontos gázszáma helyett 220 ezer, akkor buszköltség, nem mondom, hogy a üzemanyag, ugye ki volt számai költségvetés 470 forinttal, 670-750. A lényeg, nem akarok most itt nagyon folytatni a szót, mivel költségvetés még nincs, azt tudni kell,
hogy ezzel a költségvetéssel ez a sportegyesület, nem a rabló szakosztály, kisúszási sportegyesületről van szó, könyvelési díjat nem mondtam még, van költsége, utazás, tehát ezzel a költségvetéssel, ezzel a egyesület olyan július-augusztusra így csődbe megy. Én azért mondom, mint egyesületnek a társadalmi elnöke, úgy gondolom, hogy időbe kell szólni. Nem volt most költségvetés, de interpellációban közérdekű bejelentések, úgy gondolom, hogy ezzel számolni kell, tehát ebbe pluszforrás kell tenni. Ami a labdarúgó szakosztály egyelőre, ami pluszforrás termelt, hivatalosan több mint 2,5 millió forintot, igazolásokból, kupaszereplés, egyéb támogatásokból, jelen pillanatban az nem lett volna, a fizetésképtelenség lett volna már az egyesületnél. Én nem tudom garantálni azt, hogy jövőre is kupadöntőt tudunk játszani, jövőre is olyan pluszforrás tudunk a játékos adásból, hogy amit ez egy bizonytalan forrás, ez tavaly jól sikerült, de azért kell elmondanom, mielőtt ugye költségvetés lesz, tehát bárki azt mondaná, hogy itt ezek tények, igazoltan, könyveléssel meg lehet nézetni, azért mondom, hogy úgy tervezgessük, hogy vagy akkor vége, vagy bele kell rakni pluszpénzt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hát remélem, hogy nem csak tervezgetünk, de egy költségvetést mindenféleképpen szeretnénk elkészíteni, és február 15-ig benyújtani a képviselőtestületnek, és reményeink szerint azt február 23-án elfogadni. Valamennyi képviselői felvetésre ugyanaz a válasz, és úgy szeretném megfogalmazni, hogy a költségvetés minden felvetésre választ fogadni egyelőre. Ennél többet nem tudunk mondani. Amit látunk, az első körös hiány az 167 millió forint a költségvetés tervezésében. Hát igyekszünk valamennyi igényt és észrevételt figyelembe venni. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtestület, amennyiben további jelentkezés nincs. Ezen előterjesztés keretében úgy megköszönve mindenkinek a véleményét, támogató szavazatát, a nyilvános ülést bezárom, és 15 perc szünet után zárt üléssel folytatjuk munkánkat.